Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? És ehhez jön most egy napi kártya az én kártya csomagomból. Itt vannak a cica-mica kártyák, elég vicces, és itt kiválasztok egy kártyát. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei, mi foglalkoztatja őt gondolatban. Erre megadja a választ itt ez a kártya. A kettes szám az utalhat egy párkapcsolatra, ti és ő, azon kívül jelenthet egy szerződést is. De a kettes számnál két személy van. Itt a kártyán látunk egy harmadik személyt, aki figyeli a háttérből az eseményeket. Tehát valaki figyel benneteket, mivel ez az ő gondolata, ő ezzel tudatában is van. Tehát ő óvatos lesz. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába, és itt egy királynő áll a középpontban. Ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. A tűz eleme mutatja a lelkesedést és a szenvedélyeket is, és itt ti álltok a középpontban. De ezen kívül, ami őt is lelkesít, ez a kapcsolat hozzátok, és ezek a szenvedélyek, ezen kívül mutathat ez a királynő egy másik hölgyet is, aki megpróbál ő felette uralkodni. És ha ez a hölgy a háttérből uralkodik felette, az azt jelenti, hogy ő el van nyomva. Tehát ez is az ő érzéseit mutatja. Ez a hölgy a háttérben, az nem biztos, hogy egy párkapcsolat, az lehet az anyukája is, vagy lehet valaki a munkahelyén. És most felteszem újra a harmadik kérdést, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt ez a varázsló mutatja ezt a varázslatos, szinte mágikus kapcsolatot, vonzó erőt köztetek. A napi kártya ebből a vicces cica-mica kártyacsomagból. Itt közöl veletek valamit, ez a cica azt mondaná nektek, csiklandozz meg egy kicsit, mert nevetni szeretnék. Tehát nevessetek a mai napon, az jót fog tenni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás.
de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videófelvétel áll néven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!